A mai videóban egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami nem is igazából egy téma, hanem elhoztam nektek az öt kedvenc, igen, öt kedvenc YouTube csatornámat itt Magyarországról. Wow, úgy érzem, letettem valamit az asztalra, miközben ezt a videóötletet kitaláltam. Ja, szóval az elején, mert egyébként az előző videóra érdekes like és dislike arány jött, senkit nem akarok megbántani. Csak mindenkinek bele akarok taposni a lelkébe. Jó szórakozást a videóhoz, aki tud rajta szórakozni. Minden egyes csatornához egyetlen egy, vagy kettő, vagy maximum három mondatot fogok hozzá fűzni, és mivel valaki hiányolta egyébként a legutolsó videómnál a konklúziót, vagy legalábbis azt, hogy tanítsak is vele valamit, mármint mondjak valami extrát, ezért fogok mondani valami extrát a videó végén. Ja, let's go into it! Az első, és gondolkodtam egyébként, hogy ki legyen az első, de ő lesz, és itt nem azt jelenti, hogy ki a legrosszabb, vagy ki a legjobb, szóval tényleg nem erről lesz szó. Csak értitek, kell valami sorrend. Az első PGT Dani, de igazából van egy csomó csatornája, tehát nem a PGT Dani csak, de az összes YouTube csatornája, ami csak létezik. És hogy miért ő az első? Nem tudom, viszont az biztos, hogy rengeteg csatornáját néztem már az évek során meg. És utána, miután megnéztem a videóit, úgy éreztem, hogy boldog vagyok. Hogy miért? Azt nem mondom el. De köszönjük szépen PGT Daninak, hogy itt van a YouTube-on, tökéletes. A következő, gondolkodtam, hogy ki legyen a következő, tehát második, harmadik, negyedik, ötödik, mondom, gondolkodtam. Viszont nem tudtam annyira dönteni, és így került ő a második helyre. It's Black. Tudom, van egy 2000-es is a neve végén, de It's Black nekem öröki It's Black marad. Emlékszem még azokra az időkre, amikor velem együtt nőtt a csatornája, amiközben én ugyanúgy streameltem. Láttam a fejlődést, amikor áttorzult valami olyasmibe, amibe hát pénz van, értékek nincsenek. A legjobb és a legérdekesebb csatorna. Köszönöm It's Blacknek, köszi. A harmadik, ezen nem kellett annyira gondolkodnom, mert maradt három ember, akit be kellett sorolnom. Szóval ő a harmadik, nem más, mint Iron Channel. Iron Channel azért a harmadik helyet kapta, ugyanis az ő videóit nem régiben kezdtem el nézni. Elég sok videót megnéztem, leginkább amikor drámák voltak, viszont arra jöttem rá, hogy élvezem a tartalmait. Hogy mi miatt, nem mondhatom el itt sem, de nagyon pöpec csatorna. Ajánlom mindenkinek, aki szeretne legalább, tényleg egy lyukas dobhártyát. A régi videói ilyen élményt okoztak számomra. Mindenki iratkozzon fel rá, vagy ne, vagy iratkozzon le, hogyha esetleg nem tetszik neki, hiszen ingyenes a feliratkozás, szóval utána le is tudsz iratkozni. Én napjában többször is kipróbálom ezt, szóval ja, élvezem az életet. Főleg, hogyha Iron Channel videóit tudom nézni. Szóval a világ legjobb csatornája. Remélem, ezt senki nem gondolja komolyan amúgy. A következő, a negyedik, Two Side. Egyszerűen nem mondhatok rá semmi rosszat. Sőt, főleg azért, mert a kedvencem, de csak a negyedik, és ilyenkor már az ember összehoz pár problémát vele kapcsolatban. Például azt, hogy totál hoax az egész csatorna, de attól függetlenül én szeretem. Hogy miért, azt itt sem mondhatom el, mint az összesnél. Egyiknél sem mondhatok el semmit se arról, hogy miért szeretem, egyszerűen csak szeretem. Szóval Two Side-ban maga a név fogott el. Biztos, hogy nem azért kattintottam rá többször is egy csomó videójára, mert hatalmas nagy karikákkal és nagy hatalmas képekkel mutatta nekem, hogy mi nem lehet a videóban, és mire nem számíthatok. Szóval nem ezért gondolom, hogy ő a negyedik legjobb csatorna Magyarországon, és a negyedik kedvenc csatornáim között van. Negyedik. Ő a negyedik. Értitek? Ő a negyedik. Szóval Two Side, köszi szépen, hogy egy csomó videót külföldről ugyanúgy lefordítasz nekem, és közben megnézhetném egyébként azokat a külföldi videókat, amikre egyébként fel is vagyok iratkozva, és látom is őket. Köszönöm szépen neked, hogy lefordítod magyarra őket, és valami borzalmas minőséggel
de kirakod őket YouTube-ra is. Mert én ezt szeretem. És mi igazol jobban engem és téged, hogy rengeteg ember van, aki ugyanezt gondolja velem együtt. Szóval köszi szépen, neked hogy csinálod a videóidat? És a következő, ami nagyon sokat gondolkodtam, hogy top 4 legyen, vagy top 5 csatorna, de az a baj, hogy azért lett top 5, mivel őt is bele tudtam így rakni. Ugyanis nem a személyiségekkel vannak itt a gondok, mert a többi csatorna se azért került fel erre a top listára, mert annyira jó lenne a személyiségük, hogy én emiatt követem őket, szóval nem erről van szó, tényleg. Az összes, akit eddig felsoroltam, egyáltalán nem mutatta meg eddig, tényleg eddig nem mutatta meg, hogy milyen személyisége van. Viszont Marky Films, hoppá, kimondtam a nevét, szóval Marky Films az a top 5-dik. Top 5. Szóval azért került bele a top 5-ös listába, ugyanis láttam, amikor Marky Films egyénileg egyedi tartalmat, egyedi gondolkodást vitt minden videójába, és hogy mekkorát zuhant ilyen téren. Azért került bele leginkább a top 5-ös listámba, mert manapság a hoax videók miatt, és a, hát, kétes cím, kétes tartalom miatt követem én is, és természetesen rajtam kívül mások is, és azért követjük együtt, hogy egymást hátba veregessük, amikor megnézünk egy videót. Vagyis azért, mert tudjuk, hogy ez hoax, de attól függetlenül jó, és attól függetlenül nem tudom, hogy miért lenne jó, de szeretjük. Vagy valami ilyesmi. Attól függetlenül a top 5. És hogy miért, a miértekre a választ nem adhatom meg. Mert nem adhatom meg. Ez ilyen egyszerű. Hogy miért, az egy rejtély. Érted, Marky Films? Szereted a rejtélyeket? Tudom én. Az egész csatorna arról szól, szóval... Ja. Tehát ez volt a top 5 kedvenc, legjobb magyar csatornám. Magyarországról. És most jöjjön a konklúzió, jöjjön az, hogy mit tanítok nektek ezzel a videóval, hiszen legalább 8 percet el fogok venni az időtökből. Vagyis elvettem, mert már múlt idő. Ja. A tanulság ez, srácok, amit most fogok mondani. Ha pénzt szeretnél csinálni a YouTube-ból, csináld azt, ami a legegyszerűbb számodra. Told a tartalmat orba szájba úgy, hogy lehet az nem is a te tartalmad, lehet, hogy te igazából nem is teszel hozzá semmit. Lehetséges az, hogy igazából fullra hülyének nézel mindenkit vele, és ráadásul, ha valaki rátszol, akkor egyébként még ő lesz a hülye. Szóval tökre megéri. A tanulság tehát, ne legyél önmagad, a YouTube-ozást egy bizniszként fogd fel a kezdetétől, hiszen abban van a pénz, és az anyukád csak akkor lesz büszke rád, hogyha sok pénzt keresel fiatalon. Így van. Szóval mindenkinek szép nyarat kívánok, és nézzétek ezt a top 5 csatornát. I'm in love, I'm in love.